Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, még a múlt év utolsó Biblia óráján elkezdtem a Szent Ferenc rendjének az ismertetését. Hát jobbára Szent Ferenccel foglalkoztunk, és lévén karácsony előtti idő arra utaltam, hogy a Jászol és a Betlehemnek olyan fajta állítása, mint ami templomainkban van, ez Szent Ferenc nevéhez kötődik. Ő állította föl élő állatokat, és egy ilyen erdei környezetben megpróbálta hülyen ábrázolni az egykori Betlehemet. Ezért is hát a karácsony előtti időben kezdtem Szent Ferenc életét és az ő rendjének a bemutatását. Most folytatom, és majd még a Ferences családból lesz még majd több Biblia óra, viszont egy nagyon aktuális és ugyanakkor Szent Ferencre is visszamenő gondolattal foglalkoznék, ugyanis a természetvédelem, a klímaváltozás, ez még olyanok számára is ismert, akik egyébként nem foglalkoznak természettudományos dolgokkal, viszont tapasztalják a rendkívüli időjárást, ami korábban nem volt. Párizsban volt a klímakonferencia, Ferenc pápánk egy nagy könyvet, a Laudato Si-t adta ki, légy áldott Uram, és ez pontosan Szent Ferencre megy vissza, mert ő volt az a szent a középkorban, aki nagyon nagy tisztelettel volt a teremtmények iránt. Az Isten bölcsességét, jóságát látta meg az élőlényekben, legyen azok növények vagy állatok, és hát a legendák sokasága szól a Fiorettiben erről, hogy ő milyen módon tisztelte a teremtett világot, és egy csodálatos himnuszt is írt, amit most így hát bevezetőnek föl is olvasnék, amelynek első sora lett a pápa enciklikájának a vezető szava, és hát gondolatot adó, átfogó könyvcíme, áldott légy, Laudato Si, és ez olaszul van mondva, hiszen Szent Ferenc volt az, aki az olasz nyelvet irodalmi rangra emelte már a középkorba, hiszen sokáig az itáliai részeken még a latin uralkodott, annak lett egy népi változata, az olasz. Naphimnuszt sokan ismerjük, hiszen meg is zenésítették, a napfivér holdnővérben még éneklik is, de itt érdemes egészében hallanunk. Egy ferencesnek, Szedő Dénesnek a fordításában hallhatjuk. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tied a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás, minden egyedül téged illet, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki reánk deríti a te világosságod. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes. A te képed fölséges. Áldjon Uram téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek, őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon Uram téged, szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rútidő, kik által élteted minden alkotásodat. Áldjon Uram tégedet, vízhugunk, olyan nagyon hasznos ő, olyan drága, tiszta és alázatos. Áldjon Uram tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép és erős, hatalmas és vidám. Áldjon Uram téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon Uram téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját, boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon Uram testvérünk a testi halál,
aki elől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, akik magukat megadták te szent akaratodnak. Második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Hát így szól a naphimnusz, az a második halál, az a végleges elítéltetés, hiszen az első halál, amit itt a Földön megél, megtapasztal minden ember, de ha az üdvösségre nem jut el, hanem a kárhozatra, az a második és végzetes halál számára. No, tehát ennek a versnek alapján indított el Ferenc pápa a természetről, a természetvédelemről szóló enciklikáját, és idézi is, nem teljesen, azért is vettem a fordítást egészében, mert csak részletet hoz belőle ebből. És hát az aktualitás ott van, hogy ezt már jó ideje tudjuk, hogy az emberi tevékenység is alaposan belenyúl és fölforgatja a mi világunkat. Tehát az a fönntartható fejlődés, amit ilyen szépen fogalmaznak meg, az nem föltétlen egy kíméletes és a világ természeti rendjét figyelembe vevő tevékenysége az embernek, hanem sokszor rablógazdálkodás és kifosztás. Egyébként ez nem új keletű, hiszen ha arra gondolunk, hogy a Balkánon, vagy ott a Dinári-hegységben miért olyan kopaszak az a hegyek, az azért van, mert annak idején a rómaiak, amikor építették a flottáikat, meg kellett nekik a sok mindenféle hadi eszközhöz, erődökhöz a fa, akkor egyszerűen lekopaszították a hegyeket, és nem gondoskodtak az utánpótlásról. De akkoriban még ez nem volt olyan nagy jelentőségű, hiszen akkor még volt másik 1000 erdő, de az ipari forradalommal egyre jobban fölfokozódott az embernek a pusztító tevékenysége is. Hát éppen egy ilyen erdész mondta, hogy a stílfűrész föltalálása akkora pusztítást végzett az őserdőkbe, mint talán 1000 év, mert amit egy ember két napig végzett egy fa kiszedésével, sőt akkor gyökerestől szedték ki, azt a stílfű rész pillanatok alatt elvégzi és derékba dönti a fát. No tehát elkezdődött ez a nagy pusztítás, és ugye ez azáltal, hogy még a pusztított, teremtett világ a fosszilis energiák által, legyen az az olaj vagy a szén eltüzelésével, képezi az üvegház hatást, ez okozza az igazi klímaváltozást. Azt hiszem mindenki tudja mi ez, de hát talán egyszerűség kedvére az, hogy az üvegház az ugye felfokozza a nap energiáit, és hogyha kint már esetleg fagy még, akkor abban mindig nem fagy meg. A növény, amikor pedig süt a nap, olyan méretetlen meleg tud lenni, hogy ki is kell nyitni az üvegházakat, az üvegágyakat. Na már most a légkörben az elégetett energiákból, az olajból, szénből keletkezik a legtöbb széndioxid, az egy ilyen búrát képez itt a légkörben, és a fölmelegedést elősegíti, úgyhogy az ipari forradalom óta megemelkedett a Föld hőmérséklete, és itt egy kevés hőmérsékleti emelkedés is sokat számít, hiszen megolvadnak a jéghegyek, a tengerek ezáltal földuzzadnak, megváltozik a légkör, hurikánok keletkeznek, hát éppen most voltunk, ugye televízión keresztül is tanulja, hogy milyen pusztítást végzett az Egyesült Államokba, aztán Angliába, de itt is mindig van valami, ami nem olyan, ami a korábbi évtizedekben volt, mérhetetlen nagy hőhullámok vannak, szélsőséges időjárás, és nem is lenne baj, hogyha nem veszélyeztetné az ember életét. Csak itt az életről van szó,
és élhetetlenné válik a világ, és ezért nyúlunk mi is bele, hiszen ez erkölcsi kérdés. Mert az erkölcsnek legnagyobb axiómája az élet védelme. Tehát az egész erkölcs arra épül rá, az, hogy ne öljünk, hogy ne lopjuk meg a másikat, aztán ne idegesítsük meg, stb. Ez mind az életnek a védelmét jelenti. És mindaz, ami az élet ellen van, az erkölcstelenség. És ezért nyúlunk mi is bele, és szólunk ehhez a kérdéshez, és szól az egyház is hozzá. Nem Ferenc pápa volt az első, hanem már korábban, 23. János a békpáceminterminszben természetben a békét a földnek, aztán a második vatikáni zsinat is már pengette, 6. Pál, 2. János Pál és hát Benedek pápa is. Egyébként a világ a múlt, nem is most már múlt, hanem a múlt-múlt században, 1896-ban egy Svante Arrhenius nevű svéd kémikus által jött rá arra, 1896-ban, hogy ez a széndioxid termelés, az üvegházhatás, a kémiai megváltozás okozza a klímaváltozást. 1896-ban egy kémikus ezt már Svédországban megállapította, de hát nem foglalkoztak vele, mert még a világ viszonylag békésnek tűnt. Az 1950-es évektől pedig már egyre többen. És hát elkerülhetetlen volt, hogy mindenféle konferenciákat hívjanak össze, de úgy nézett ki a riói, meg az összes többi Johannesburg, meg ami csak volt, hogy dolga végzetlenül, mert két véglet volt, hogy egyik azt mondta, hogy ó, nem tesz semmit, ami beavatkozásunk a világban, gondoljunk arra, hogy kitör egy vulkán, az micsoda kárt tesz, vagy egy földrengést, mi ahhoz képest az embernek az ipari tevékenysége. A másik pedig átesett a ló túlsó oldalára, amely már mindent védett, tehát gondoljunk arra, hogy most már a kártevő állatok is védettek, meg már nem tudjuk sokszor, hogy mit miért kell védeni. Alig van olyan élőlény, ami ne esne védettség alá. Még azt várom, hogy a legyek is azok legyenek majd védettek, mert ugye azt mondjuk, hogy a fecskéknek szüksége van a légyre, tehát nem szabad pusztítani. Hát most itt egy kicsit parodizálom, de itt a két véglet, amikor semmit sem szabad, a másik esetben meg mindent szabad. És valahol meg kell találni a mértéket, és úgy gondolom, hogy a Biblia és az egyházi tanítás ezt az arany közép utat próbálja megcélozni. Mert egyrészt azt mondja a Biblia, hogy Isten megteremtette ezt a világot. Tehát eleve nem azt mondja a Biblián nevelődött ember, hogy van egy önálló természet, egy önálló világ, hanem azt mondja, hogy Istentől függ az egész világegyetem. Ennél fogva minden mindennel összefügg. Ezt mondják egyébként ökológiának is, hogy benne az ember, az élőlények is egymásra vannak utalva, és jól kiegészítik egymást. És hát így van az egész nagy világegyetem. Ugyanakkor az isteni parancs az, hogy hajtsuk uralmunk alá. Tehát ezáltal a megélhetőségét biztosítja az ember számára, de azt is, hogy a tudomány kutathassa. Így mondják ezt ilyen teológiai nyelven, hogy de mitizálta a természetet. Mert elég csak a természetvallásokra gondolnunk, hogy vannak szent fák, szent élőlények, szentelnek, szent majmok, minden, és nem lehet hozzányúlni. Hát ott van egy India társadalma, ahol a lélekvándorlást hiszik, és akkor különösen a tehenek kapnak nagy megtiszteltetést, mert hát azok az életet adják, a tej által, meg minden. Azok ott lehetnek az út közepén, nem nyugat hozzá senki, mert a szentehén, az egy, szoktuk is mondani, hogy ez a szentehén, ugye, hogy az több becsületet kap, mint esetleg egy ember, mert azt mondják a lélekvándorlás alapján, hogy
nagyon is megérdemelte a sorsát, hogy most ilyen szegény, mert biztos valami nagy bűnt követett el az előző életében, ezért nem is kér rajta segíteni, hát most bűnhődjön. Bizonyos szempontból Teréz anyának szélmalom harca volt, mert azt mondták, hogy mit segít olyanokat, akik a karma törvénye alapján a lélekvándorlás és a büntetési rend, vagy a predestináltság alapján ezt kapta, ezt a sorsot. Majd ha jó viselkedik, akkor a következő életében herceg lesz. Na már most, ezáltal felszabadította a tudományt, a Biblia, köszönjük, hajtsátok uralmatok alá a földet, hogy lehet vizsgálni, aztán kísérletnek alávetni, viszont hát itt is azért vannak határok, mert például még állatot sem lehet úgy kísérlet tárgyává tenni, hogy kínozzák. Na most egyrészt van ez, de ugyanakkor ott van, hogy művelje és őrizze. Ez egy lappal később van, mert két teremtés történet van a Bibliában. Ha még emlékszünk egy 17 évvel ezelőtti teremtés könyve magyarázatra, akkor erről szólt a Biblia óra. Két teremtés történet van. A másodikban, hogy művelje és őrizze. És ebben már benne van az, amit mi most fontosnak tartunk, hogy ez a világegyetem, ez nem csak a miénk, hanem az utánunk következőké is. Ezért kell őrizni az értékeit. És hát, bár képi nyelven azt mondja el a Biblia, hogy kezdetben a bűnbeesés előtti ember barátságban volt a természettel. Onnéltől kezdve, hogy kiüzetett a paradicsomból, szembe került az Istennel, a föld bojtorján termett, vadállatok lettek, stb. És ezért az Úr Jézus történeténél, a Márk evangéliumában van az, hogy vadállatok közt élt és angyalok szolgáltak neki, hogy Jézus miután legyőzte a sátánt, ezáltal visszaállította a teremtésbeli rendet a maga környezetébe. És mit olvasunk Szent Ferencné, hogy ő is ugyanilyen barátságban van a világgal, a gubbiói farkasakot pusztítja az embereket, az megszelídül, mert a Szent Ferenc rászól, hogy farkaskoma, nem jó csinálod, inkább kapsz egy bárányt naponta, de az embereket ne bázd, és akkor oda megy a farkas, és pacsit ad a Szent Ferencnek is, mint egy parolázva megállapodnak abba, hogy most már aztán békesség lesz. Ez egy nagyon ilyen naívnak tűnő történet, de pont ezt akarta kifejezni, hogy ő visszaállított egy rendet. A barátságával emberek, növények, állatok iránt visszaállította, és ezt egyébként a világvallásoknak a hívei is tudják, ezért volt nem is egyszer már Assisi-ben olyan konferencia, ahol a világvallások ott voltak. Miért? Mert ebben meg kell egyeznünk. Itt nincs mese, mert hogyha mi eltékozoljuk a Földet, akkor hiába tékozolja el a mit tudom én, ortodox és a katolikus védi, vagy a muszlim védi és a másik, akkor minden pusztul. És ez egy olyan közös nevező, amiben egyet kell érteni a vallásos és istenhívő embernek. Egyet érteni, hogy milyen nehéz, az a párizsi konferencia mutatta, hogy mindenki ugye képviseli a maga érdekeit, és az volt eddig a nagyon sok probléma, hogy pontosan azok a hatalmak, Kína, India, de még az Egyesült Államok is, amelyik a legtöbb ilyen fosszilis energiát hát használnak föl, olaj, meg mit tudom én, szén elégetésével, azok nem akarták aláírni, meg nem akarták betartani. Hát most megszületett egy 31 oldalas ilyen okmány, hát szép, de azt mondják, nem lehet szankcionálni. És ezzel ki is húzták a komoly előrehaladásnak a lehetőségét. Majdnem olyan, mintha azt mondják az iskolában, gyerekek, ez az iskola rendje. Ezt nem szabad megsérteni. De ha megsértitek, semmi következménye nem lesz. Hát körülbelül ugyanezt jelenti a szankcionálás nélküli megállapodás a párizsi klímaváltozásról. Mert pontosan azok, akik legtöbbet használnak föl, azok
nem akarták aláírni. És hát persze itt méretetlen nagy egyenlőtlenségek is vannak e tekintetben. Hát a pápa egy nagyon nem 31 oldalas, hanem legalább 150 oldalas könyvecskét adott ki, amiben hát csak úgy, ha címszavak szerint veszem, meggyőződésem, hogy sokakat igénybe vettő ennek a enciklikának a megalkotásánál, hiszen akármilyen, hogy is mondjam, fölkészült egy ember, ennyi mindent nem tud. Tehát először is ezt az aggodalmakat, ami a világban van, ezt felsorolja, és hát már itt rögtön Assisi Szent Ferencre hivatkozik. Környezetszennyezés, éghajlatváltozás, a víz problémája, mint tudjuk, hogy hát most már ezért megy majd a verseny, a biológiai sokféleség elveszítése, mit jelent az, hogy talán óránként pusztulnak ki fajok, ilyen mindenféle kis élőlények kipusztulnak a világban. Az ember élet minőségének romlása, társadalmi hanyatlás. Hát Pekingre gondoljunk, ahol kicsi lehetett menni, van ismerősöm, aki ott él Kínában, Pekingben, és azt mondja, hogy maszkba járnak, nem lehet kimenni, szörnyű. Szörnyű egy 10 milliós városba, úgy élnek, hogy nem látnak, és nem tudnak tiszta levegőhöz jutni. Aztán hozza a világméretű egyenlőtlenségeket, hát ez tény és való, ez még egy országon belül is megvan. A világméretű egyenlőtlenség, nemhogy az egész világot tekintve, hogy milyen válaszok és vélemények vannak. És akkor itt hozza a hitáltal fölkínált lehetőségeket. Éppen ezt, amit én így röviden itt összefoglaltam, hogy a Szentírás az egy ilyen középúton haladó, mert egyrészt védi a természetet, másrészt azt mondja, hogy az ember szolgálatára adta az Isten. Tehát a legmagasabb rendű élőlény ebben a világban az ember. Mert ő neki van meg a méltósága. Ő neki van sok olyan képessége, ami a teremtett világban egyébként nincs meg. Csak úgy mellesleg itt a szilveszter kapcsán volt nem is egy olyan előadás, hogy a humor, hogy van-e az állatoknak humora, és hát éppen a Csányi Vilmos, az egy ilyen nagy kutya tudós, azt mondta, hogy a kutyának nincs humora. És a játék az olyan játék, mint a mi játékunk. Csak mi azt hiszük, hogy játszik, ő neki az ahhoz kell, hogy fönn tartsa önmagát, olyan elképzelhetetlen a kutyáknál, mint ami például az embernél van, hogy van egy jó foci meccs, 22 ember ottan rúgja a labdát, és 50 ezer meg ottan örül neki, hogy jaj, berúgják, nem rúgják. Ilyen nincs a kutyáknál, hogy ők három a csonta játszik, a többi tíz meg drukkol nekik, hogy na most melyik, ugye? Tehát ilyen nincsen. Sem a humora, sem a játéka nem olyan. Tehát az embernek vannak olyan speciális dolgai, ami csak nekünk van meg. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy a mi helyzetünk ebben a világegyetemben olyan, ami kiemelkedő. De ez nem azt jelenti, hogy visszaélhetünk vele. És hát ugye a világegyetemben nekünk valamiképpen, így mondja a pápa, Jézus szemével kell nézni. Aki azt mondja, nézzétek az égmadarait, nézzétek a föld virágait, aztán hozza hasonlatokat a természet világából, és tehát az Isten dicsőségét, az emberek iránti szeretetét mutatja meg, és hogy ezt nekünk óvni és védeni kell. Aztán hát itt a technológiai kreativitás, változás és az antropocentrizmus válsága, ez az ellenkezője annak, amit most mondtam, tehát amikor tehát nem csak, hogy van egy kiemelt helye az embernek a világegyetemben, hanem önző módon él a világegyetemben az ember, és főként magára gondol. Aztán a technikai fejlődés az nem föltétlen fejlődés. Bár néha az az érzésünk, hogy nem tudunk kilépni belőle, de van, mikor kimondottan egy hátra menetet jelent, kifejezetten az egészségünkre káros
dolgot, egy kémiai, technikai fejlődés, és itt nem az embert direkte fertőzni akaró, mint egy háborúban, amikor bevetik a gázt, vagy a biológiai fegyvereket, vagy hasonlót, hanem amikor azt hiszik, hogy jót akarnak, és mégse lesz jó belőle. Emlékszünk rá, hogy 50-es években kitalálták a DDT-t. Méretetlen sok krumpli bogarat, hát ezzel írtották. Rájöttek arra, hogy rákkeltő. Mit csináljunk vele? Adjuk el a harmadik világnak, mert azok még úgyse tudják, hogy mi ez, majd megveszik. Én ezt konkrétan tudom, apám akkor a vegyi művekben dolgozott, a TS bejövetele után odament, és gyártották, de ott minden ember, aki ott dolgozott, olyan sápat, fehér volt a DDT-től, aztán le is állították, de exportálták a harmadik világba, permetezték fel a banánt nekünk, meg visszahozták kiváló déli gyümölcskét, és megettük azt, amit termeltünk. Tehát itt lehet látni, hogy összefüggés van az egész világegyetem között. És hogy ökológiai dolgokra, átfogó ökológiai rendszerre kell törekednünk. Tehát ha egyszer minden mindennel egybefügg, akkor nekünk azt kell keresni, hogy mi ennek az igazi szerves összefüggése, és valahogy visszamenni az alkotóra, megkeresni a teremtőnek a szándékát benne. Aztán, hogy kulturális ökológia, mindennapok ökológiája és a nemzetek közötti igazságosság, mert azt mondják, hogy az embernek az ökológiai lábnyoma sokkal nagyobb, mint ami ennek lenni kellene. Hát hogy kell ezt megmagyarázni? Mert nem azt jelenti, hogy egyik ember 41-es cipőbe jár, a másik meg 44-esbe, hanem az, ami nekünk szükséges volna, az megduplázódik, vagy triplázódik a szemétbe, a fogyasztás fölöslegességébe, a lecserélésbe és az eldobásban. És itt érdekes módon, hogy minél magasabb technikai civilizációja van egy országnak, annál több a szemete. És annál nagyobb az ökológiai lábnyoma. Tehát a régi paraszti gazdaságokban nem voltak kukák, emlékszünk rá. Nem kellett. Mert vagy megetették az állatokkal, vagy kiment a trágyadombra, vagy elvitték az ócskavasba, ha olyan volt. Na, talán a cserepekkel nem tudtak mit kezdeni, ami összetört, azt elásták jó mélyre a földbe. Hát vagy úgy, igen. De nem volt rá szükség, mert gyakorlatilag azok a gazdaságok úgy működtek, hogy nem termeltek szemetet, de most falun is ugyanúgy. Az a csomó flakon, meg minden, amit megeszünk, mit tudom én, kezdve a tejföldtől, bármi, az mind megy oda, vagy a karácsonyi csomagolások, mint sok minden gyártja a szemetet, és az ökológiai lábnyomunk ezért sokkal nagyobb, mint amit meg szabad volna engedni. És egy nagyon fejlett civilizáció ország termeli a legtöbb szemetet. És ha már ezt a szót használtam, hogy szemetet, akkor ők meg szemét módon még azt is csinálják, hogy a szemetjüket elviszik egy harmadik országba. Magyarországon is történt ilyen, hogy Bácsalmazás környékére hozták le a szemetet másik országból. Hogy legyen ott. Azt akkor meg lehet szólni ezt az országot, hogy ti milyen szemetesek és milyen rendetlenek vagytok. Náluk nincsen, mert azt is elküldték máshová. No tehát, hogy egy ilyen ökológiai megtérésre volna szükségünk, mondja a pápa. Ez annyit jelent, hogy változtassunk az életmódunkon, és hát minden változtatást már el kell kezdeni gyerekkorba. És azt mondja, az a nevelés fontossága. Hogy hogyan neveljük a gyerekeket? Mire neveljük? Takarékosságra, természet megbecsülésére, aztán a természet további óvására, hát még a
az én általános iskolás koromban voltak minden osztálynak fái, amit kellett nyári időben is locsolni. Tehát elültették az iskola kertjébe, és ki volt adva az osztálynak, hogy vissza kellett mennünk nyáron, be voltunk osztva, vagy legalább egy-két nap jutott egy gyerekre, hogy visszamentünk és locsolták. És ezzelben nem az volt, hogy nem tudtak volna fölfogadni egy iskola gondnokat, aki meglocsolja, hanem az volt benne, hogy gondozza a gyerek, tudja, hogy ez az övéké is. És így akarták a gyerekek. Ez egy jó gondolat volt, mert volt madarakfák napja, meg sok minden. Ami most a technikai civilizációval egyre kevésbé van meg, mert nagyon sok gyerek nem is ismeri a természetet, hiszen ha kiviszik, akkor az nem tűnik neki olyan szépnek, mint a színes képeken és filmeken, tehát erről sokat lehetne regélni, hogy tanítsuk őket, az ökológiai nevelés. És erről is konkrét tapasztalatok vannak, hogy most, amikor bevezetik az iskolába a gyerekeknél a kötelező étkeztetést, hogy való 10 órait vagy uzsonnát adnak, egyszerűen eldobálják a gyerekek. Nem eszik meg. Tehát ez is egy kettősség, hogy egyrészt beszélnek arról, hogy gyermekéhezés van, ugyanakkor az is, hogy az iskolába kiosztott élelmeket a gyerekek semmibe veszik. Eldobálják, szórakoznak vele, tehát mert gyanítom, hogy otthon sem látja azt, hogy meg kell becsülni. És hát, hogy erre, mert az is egy kimutatott dolog, hogy a megtermelt élelmiszer egyharmada megy a szemétbe. Egyharmada, világom. Én azért nagyon-nagyon mérges vagyok, amikor kiporciózzák, bárhova megyünk, és hozzák, és akkor tegyék oda, szedjünk kevesebbet. Persze nem lehet megtenni sokszor, mert van olyan ember, hogy háromszor annyit szedne. Kiporciózzák, és egy jobb ebédlőbe általában ott is marad, mert nem bírják megenni az emberek. De az már egyszerűen úgy van kifizetve, akkor mert a moslékba, vagy jobb ebédlőkbe most már odaadják, hogy vigye az akkor. Tehát egyáltalán egy ilyen pusztító szemlélet és egy ilyen takarékosság hiánya. És azt kellene elérni, hogy ne legyen a kivagyiságnak az alkalma a gyerekeknek, hogy ő neki jobb dolgai vannak, és a másik irigykedjen rá, meg drágább, hanem valahol egy ilyen szellemet bevinni, hogy igen, az a okos gondolat, és az a helyes, ha valaki takarékos, lekapcsolja a villanyt, elzárja a csapot, és így tovább. Vagy a fűtés is, hát a szellőztetés, mondta egy kalocsai püspök, az tudomány. Mert valóban a panelházakban főfűtötték, kinyitották az ablakot, nem számított, hogy a közköltség ment főfele, avval úgyse lehet spórolni, amit én spórolnék. Fürdőruhában voltak térvíz idején sokszor benne a panelházba, és fűtöttek, és ment ki a hő a világba. Na tehát az ökológiai nevelés. És azt mondja a pápa, hogy ez egy morális kérdés, és ezért kerül ez ide bele, hogy nem lehet büntetlenül ezt tenni, mert egyrészt mások ellen vétek, és az Isten teremtményeit nem becsülöm meg. Az ortodox egyházzal nagyon kiváló a kapcsolatunk e tekintetben, különösen a konstantinápolyi pátriarka Bartolomeosz, az nagyon fölvállalta a természetvédelmet. És minden konferenciára elmegy, ahol már nagy rangos konferenciára erről van szó. Egyébként a párizsi klímakonferencián a Vatikán is képviseltette magát, mert ez egy erkölcsi kérdés, hogy hogyan vigyázzunk a természetre, és mit hagyunk magunk után. Aztán hát itt mondja a pápa, hogy párbeszédet kell a nemzetközi politikában, a nemzeti és helyi politikában. Van egy ilyen szlogán, hogy gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan, hogy azért lásd az egész világ fő vonalait, hogy ott mi van, de helyileg tedd meg azt, ami ott szükséges. Aztán a politikai és gazdasági párbeszéd
az emberi teljesség értelmében a vallások közötti, a tudományok közti párbeszéd. És aztán itt egy ilyen fejezetet is szentel ennek, hogy a vallásosságunkba miként visszük bele a természetnek a rendjét, védelmét, mert ne felejtsük el, hogy a legfontosabb szentség az eukarisztia, már amit gyakran veszünk, mert hát az első és alapvető szentség, a keresztség, hát az a vízhöz kötődik. Az eukarisztia kenyérhez és a borhoz. Tehát mint egy, benne is van, amikor a pap mondja, hogy áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését, az emberi munka gyümölcsét. Abban minden benne van, ugye? Az összes emberi munka. Tehát a liturgia is nagyon szoros, szerves kapcsolatban van a természettel, és a természet fölötti világ is annak együttese, együtt láthatósága benne van. És hát kezdettől volt, vagy ha nem is kezdettől, de nagyon régi időktől volt a katolikus egyházban például búzaszentelő. Ott az Isten áldását kérték, és ugye azt majd meg kell becsülni. Évvégén pedig mindig volt a hálaadás, a termény hálaadás. Az is volt. Újabban a protestánsoknál evangélikus kezdeményezésre szeptember tájékán van a teremtés hete, hogy azért adnak hálát, és hát ehhez alkalmas bibliai szentírási szövegeket választanak ki, hogy így is liturgikusan is, egyházilag is megünnepeljék, hogy Isten alkotta világot, és annak óvását fontosnak tartsák. És hát aztán azt is mondja a pápa, hogy a tudományt abba az irányban kell tovább vinni, ami óvja és védi a természetet. Hogy ne mondjam, de nekünk a fűtésünket és majd a templomét is napenergia fogja biztosítani. Na persze, ez kétélű dolog, mert ezt a magunk erejéből nagyon nehéz lett volna. Nagy pályázatot kaptunk hozzá, ugyanis igen nagy energiafogyasztók voltunk az építkezés során, és ezért hozzájutottunk pályázatokhoz, hogy a Hésekség kertjében van ilyen napelem, amivel hát majd itt a múzeumot, akkor már a Hésekség egy részét, illetve a Székesegyházat. Mondjuk, ha ki kellene fizetni, és meghúznánk a mérleget, gyakorlatilag pénzügyi haszon nem volna rajta, de van rajta biológiai haszon, hogy nem a széntüzelésű dolgokat használjuk fel alapvetően, bár még olyan is van, csak ezt úgy mellesleg mondom, hogy hát ebbe próbáltunk, ha lehet előre lépni, bár hozzá kell tenni, hogy erre volt támogatásunk. És hát itt ez is már biznisz világa, hogy a támogatással sokkal kevesebb ilyen napelemet lehet venni, mint hogyha valaki megreszkírozza és veszi a saját pénzén. Tehát itt is lehet látni, hogy az üzlet az mennyire belemegy a ilyen korszerű technika alkalmazásába. És még talán annyit, hogy volt egy elkorcsosult régi gyümölcsösünk, amiben már nem volt megfelelő gyümölcsfa továbbá, és annak a helyére hát a gemenci erdő erdészei valami 2800 csemetét ütettek. Ha más nem, azt érjük-e vele, hogy Kalocsának a levegője jobb lesz, hogyha azok fölnőnek, és ott lehet azokat használni. No tehát, ilyeneket mond a Szentatya, és hogy nekünk ezt egyrészt védenünk kell, ugyanakkor készítenünk kell azokat a megoldásokat, amivel előbbre tudunk jutni, és példát kell mutatni arra, hogy védjük és óvjuk a természetet. Elmegy az ember ilyen hegyi utakra, annyi szemét piszok van
a patakokba, a mindenféle megálló helyeken, hogy ez már igazán rajtunk múlna. És mégis ilyenné tettük a tájat, hogy erre kellene a gyerekeket is, meg mindenkit nevelni, vagy az, aki a sittet kiviszi az útszélére egy 2 kilométerre arrébb és kidobja, hát az ő házában ne legyen, de nem baj, hogyha a tájat szennyezi és hát elcsúfítja általa. No, tehát ez így Szent Ferenc kapcsán, aki 800 évvel ezelőtt már példát mutatott a természet iránti szeretetre, az ez jutott úgy eszünkbe, és láthatjuk, hogy mennyire időtálló, és mennyire fontos nekünk ezt figyelembe venni. A pápa 2 imádságot is fűzött hozzá ehhez az enciklikához. Az egyik ima a földünkért, a másik a teremtett világgal együtt mondott keresztény ima. Lehetne mondani, hogy ez a másik, ez a teremtett világgal együtt mondott keresztény ima, ez parafrázisa, vagyis tovább gondolása a Szent Ferenc naphimnuszának. Az ima a földünké az inkább a mai időknek a gondjait, bajait veszi számba, és hát így fohászkodik azért, hogy az Isten óvjon meg bennünket a természeti katasztrófáktól, mi pedig tegyünk meg mindent azért, hogy a világot őrizzük a teremtés rendje szerint. Ima a földünkért, mindenható Isten, te az egész világ mindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Önts belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek. Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik a földön magukra hagyatva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben. Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezési és a pusztításé. Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára. Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy fölismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel. Végtelen világosságod felé vezető utunkon, köszönjük, hogy minden nap velünk vagy, kérünk légy segítségünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békért folytatott küzdelmünkben. Így szól az ima a földünkért szóló megfogalmazott pápai könyörgés. Hát ne csak azért imádkozzunk, hogy nekünk a gondjaink oldódjanak meg, ami személyes problémáink, hanem olykor ezt is foglaljuk imádságunkba, mert ugye mi kérjük a mindennapi kenyeret a legszentebb imádságba, de ahhoz, hogy az meglegyen, és itt ezt ki kell terjeszteni, mindarra, amire az embernek biológiai életében szüksége van, ahhoz nekünk óvni és védeni kell. És hát ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, mert mi is felelősek vagyunk azért a világért, amiben mi élünk. Dicsérhessék a Jézus Krisztus!